és Csapó, indul! Egy új film kezdődött Hollywood bölcsőjében. Ezt a szimbólumot használva mutatták be, és kezdte meg történetét Máté Szalka új online arculata és a város új logója. Az embléma ráadásul már pólókon, pulóvereken, sőt ingeken is látható. Ezeket a ruhaneműket különleges módon divat bemutatón mutatták be a helyi fiatalok közreműködésével. Hanusi Péter polgármester az eseményen azt mondta, bízik benne, valóban nagy divat lesz viselni Máté Szalka új logóját. Nyilván ezzel a fiatal generációt szeretnénk Máté Szalka hű követőjévé avanzsáltatni, illetve azt szeretnénk, hogyha egy divattá válna az, hogy ezt a logót viseljék. Azt gondolom, hogy ez egy sikeres kezdeményezés, és ezen a rendezvényen jelentettük be azt is, hogy elindul a Máté Szalka fényvárosa új Facebook oldal, valamint ehhez kapcsolódóan egy Instagram oldal is. És aztán ezekkel a fiatalokkal, akik büszkén viselték a Máté Szalka motivumaival ellátott ruhadarabokat, együtt indítottuk el egy visszaszámlálás után, egy hollywoodi Csapó lecsapása után ezeket az új oldalakat. Úgyhogy egy igazi közösségi élményt sikerült varázsolni. Az új logó leglényegesebb elemei a következők. A Mécses tartó fiú mellé bekerült az ország első villamosított lakóháza, amely által Máté Szalka a fényvárosa szlogent viseli. A hollywoodi csillagokkal és egy kamerával megjelenik a film történeti jelentőség is. Emellett helyet kapott egy templom, amely a település egész közösségét jelképezi. Máté Szalka város logója úgy újult meg, hogy megtartottuk azokat a hagyományos és klasszikus elemeket, amit a város szeret, és ami hozzátartozik. Viszont egy olyan színvilágot és egy olyan formavilágot csempésztünk be, ami egy kicsit fűszer, egy lila szín az innovációt szimbolizáljuk, és egy kicsit a spiritualitást is. Az egyenes, letisztult vonalvezetés pedig egy eleganciát ad az egész logónak és az egész arculatnak. Így azt gondolom, hogy Máté Szalka város büszkén viselheti majd az új logóját. Máté Szalka önkormányzata egy nyereményjátékot is indított az arculatváltás apropóján, jelentette be az eseményen Hanusi Péter. A város új közösségi oldalainak első 300 követője között az új logót megjelenítő pólókat és pulóvereket sorsolnak ki.